nagyon sok ember, aki nyáron vagy nyár végéig jut kutyához, avval a problémával találja szembe magát télvíz idején, hogy felcsöpredett valamelyest a kutyája, és hát kéne vele foglalkozni. Igen ám, de itt a hó, a tél, a hideg, és azt gondolja, hogy ráérek majd tavasszal, és ilyenkor jönnek a nagyon nagy gondok és a nagyon nagy felismerések, hogy itt a tavasz, a kutyuson felcsöpredett, és már nagyon bátor, nagyon agresszív, vagy éppen nagyon félős, nagyon kezelhetetlen szögdösik, ugrál, folyamatosan ellopdos valamit otthon az udvarból vagy a lakásból, így nagyon fontos, hogy amikor itt az idő és tél van, hideg van, hó van, akkor is a kutyákkal bizony menjünk sétálni, ha kell, vigyük el őket kutyaiskolába, hiszen ezek a szocializálódási időszakok, ha kimaradnak az életébe, akkor később sokkal nehezebben fogjuk tudni elvinni társaságba, legyen az ember vagy kutyák társasága, és sokkal nehezebben fogjuk tudni megtanítani őket egy csomó dologra, leginkább azokra a dolgokra, amik nekünk a mindennapos életbe kellenek, vagy kellhetnek. Gondolok itt a hórázon való sétáltatástól egészen odáig, ne szedjen össze mindent a földről, el tudjam a kutyaparkba engedni gond nélkül, vagy el tudjam vinni magammal kirándulni a kutyát.